tudok erre így igazából mit mondani. Szintén, hogy nagyon nem így állnak a gondolataim. Most még elég sok olyan cucc van kint, ami a lakásfelújításban használtunk. Amilyen általános ilyen széket, meg ott szállítom a ruhákat, meg ilyen dolgokat, tehát ami háztartáshoz kell, főleg. Hát az a probléma, hogy én most megyek el itthonról, úgyhogy sajnos ez most nem esedékes, ne haragudj. Hát gyakorlatilag van benne egy kis szekrény, egy kis játék, meg ilyesmi, ilyenek vannak benne. Hát csak elveszett olasz katona nincsen ezeken a erkélyeken sokszor. Itt virágok vannak, inkább itt van a másodikon, másik oldalon a teregetés. Tele van méteres muskátliaim, vannak mindenféle. Annyi a virág, hogy alig félre kell. Élet rajta. Virág van rajta. Szét, bassza, hogy ki tudom menni az ember. Hát gyakorlatilag ilyen bicikli, meg ilyesmi. Hát nyáron az, hogy kicsit kiül az ember, és akkor kicsit ott jó idő volt, ott elnézelődik. Arra használjuk gyakorlatilag. Ezt a hátsót pedig szárogatásra. Hát ezt is ki lehet ülni, de javálva szárogatásra. Főleg ugye, nekem a másik irányban is van erkélyem, ott ez egy kicsit koszos ez a rész. Ez az erkély, ez nem mondom, hogy kifejezetten jól használható, emiatt meg koszos. Hát, ha jó idő van, akkor kiülünk, levegőzünk. Mert nekem így tetszik. Kicsit elavultnak tűnnek, leamortizáltnak. Nincsenek karbantartva szerintem. Megfelelően. Most úgy vagy el vannak öregedve már a korlátok, meg ilyesmi, tehát ideje múlt már a korlát. Meg hát gyakorlatilag nem. Tehát megszokta az ember 30 év alatt. Az egy kicsit elvontolódva a panel, meg ilyesmi, ez egy kicsit gáz, de hát ez van. Átlasszó üveget kicserélni. Tehát nem ér, hogy kilásson a kutya, mert szegény nézni a forgalmat, meg minden. De az erkélyeket nem, majd azt mondták, sőt a pinceablakokat se cserültek, szóval sok mindent kihagytak. De jó, megkérik a zárát, nem mindegy. Hát igen, anyagi büdzsé belefér, akkor igen, mert nem kis összeg. Megér annyit, hogy ezt megcsinálják részemről. Hát én úgy vettem észre, hogy nagy részük azért építi be, mert vagy a lakást szeretnék így bővíteni, vagy valamilyen szinten elszigetelni magukat. De mind a kettőre van jó is, meg rossz példa. Rá lehet, hogy van, akinek jól jön anyagilag. De nem. Az fia, aki beépíti már elnézést, na akkor ne kötözön ilyenbe. A levegő kell, nem? Én szívem szerint nem építeném be, mert én örülök, hogy van erkélyem. Úgyhogy nem ellene vagyok, de hát aki beépíti, gondolom kell neki a hely, vagy mit tudom, mert így a föntről megnézem, sokan tároló helységnek használják. Jól beépítve, de sokan nagyobbnak tűnik a lakás, és szerintem sokan melege. És jobb a szigetel. Szerintem szíve jó, hogy beépítse, tehát a saját tulajdonú, akkor, hogyha neki jó úgy, tehát gyakorlatilag van előny és van hátrány is. Nagyon ronda, én nem engedélyezném. Én nem engedném. Én nekem nyitott szabad. Én legalábbis megszabnám. Főleg itt most szembe is csinálják, cserélik, és már láttam, abba spekulálnak, hogy hogy lehetne bekutricázni, az nagyon ronda, én szerintem. Ettől egyedi. És így megőrzi mindenki a sajátságát. Egy éve költöztünk ide, direkt azért, hogy erkélyünk legyen erkély nélküli lakásból. Végig is azért vettünk másik lakást, erkély véget. Hát tök jó dolog, bár lenne mindenkinek, nem? Nem, őszintén, legyünk őszintén, legalább egymáshoz. Mert le kell tegyen, ne haragudjon, dolgozom.